Az Európai Unió legkeletibb észak-déli irányban húzódó Viákár-Pátia autósztráda romániai szakaszának megépítését sürgetik a határmenti megyék vezetői. Ennek érdekében nemzetközi konferenciát tartottak és együttműködési protokollumot írtak alá. Az építésről szóló szándéknyilatkozatot 7,5 évvel ezelőtt Lengyelországban írták alá az érintett 7 ország képviselői, azonban a megvalósítás nem haladt a tervezett ütemben. Ezért a Viákár-Pátia autósztráda romániai szakaszának megvalósításáról tárgyaltak pénteken egy nemzetközi konferencia keretében mások mellett Szatmár, Bihar, Arad és Temes megye tanácsának vezetői, akik együttműködési protokollumot is aláírtak a megvalósítás érdekében. Sikerült 4 megyére egy olyan protokollumot aláírni mind a megyei tanácsok elnökeinek aláírásával, mind a kormánybiztosok aláírásával, amiben azt fogalmaztuk meg, hogy mostantól Románia 4 nyugati megyéje együtt dolgozik azon, hogy ugyebár az Európai Unió legkeletibb autósztrádáját és autópályáját úgy vezessék, hogy a mi megyénken átmenjen. A tanácskozáson lengyelországi, szlovákiai és magyarországi szakemberek is részt vettek, akik már korábban megkötötték ezeket az együttműködési szerződéseket. A Viákár-Pátia a magyar és a román határ menti nagyvárosok közötti közlekedést is nagyban elősegíti. Debrecen és Nagyvárad között képítésre kerülő gyorsforgalmi útszakasznak köszönhetően a jelenlegi utazási idő az mintegy fél órával fog rövidülni. És továbbá fontosnak tartom megjegyezni, hogy sokkal biztonságosabb lesz. A 3300 kilométer hosszúra tervezett stráda Litvániából indul, Lengyelországon, Szlovákián és Magyarországon halad keresztül, majd Romániában Nagyvárad és Calafat között húzódik, a bihari megyeszékhely, Arad, Temesvár és Lugos érintésével, és Bulgárián keresztül éri majd el Görögországot. A tervek szerint a román szakaszon lenne leágazás a Fekete-tengerre is. Korábban úgy tervezték, hogy a több ezer kilométeres Viákár-Pátia 2026-ig megépülhet.